Újra NB1-es férfi kézilabda mérkőzéstől volt hangos a Magosi Mihály sportcsarnok péntek este. Az NB1-t bajnokként megnyerő Eto University Handball Team együttese a Szájá Budakalás csapatát fogadta a KNTH férfi kézilabda liga első fordulójában. A találkozó egy ünnepélyes kezdődobással indult, ahol a klub sport nagykövete, az IHF kupa győztes Iváncsi Mihály indította útjára a labdát. A mérkőzést a vendégek kezdték, és az első találat is az ő nevükhöz fűződött. Azonban Bozovics és Bombacs révén a harmadik percben vezető szerzett a zöldmezes alakulat, amely az előnyét tartotta is a 22. percig. Ekkor kiegyenlített, majd a vezetést is átvette a Budakalász, és a félidőben 13-12-re vezetett. A második játékrészben fokozatosan növelte előnyét a Pest vármegyei együttes, és hiába próbálkoztak a hazaiak, nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. Az 53. percben már 6 góllal 24-30-ra vezetett a Budakalász együttese, ezután viszont új erőre kapott a Győri Gárda, a kapuban Bősz lehúzta a rolót, a játékosok pedig sorra lőtték a gólokat. Az 58. percben Hári góljával már 30-30 volt az állás, majd az időkérés után Bozovics találta vendégek kapujába, és egy másodperccel a vége előtt Bősz védte a Kalásziak próbálkozását. A találkozó 31-30-as győri győzelemmel zárult, így az első NB1-es mérkőzésén 2 pontot gyűjtött hazai pályán az Eto. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a hazaiak vezetőedzője Kilvinger Bálint úgy fogalmazott, a mérkőzés végén a szíve vitt előre a csapatot. Fogalmazhatjuk, hogy igen, a szívünk vitt előre minket a végén. Hát egy tipikus első mérkőzés volt a mi részünkről. Minden nehézségével, ha lehet így fogalmazni. Bár jól kezdtük a mérkőzést, de utána rengeteg hibánk volt, amit elkövettünk, és ezt a Budakalász kiválóan kihasználta, hiszen tudtuk előre, hogy nagyon jó csapat lesz a vendégünk, akik ellen nem szabad ennyi hibát elkövetni, és igen, én is azt tudom mondani, hogy ott az 54. percig, vagy ott az 50. percig igazából abszolút nem állt nekünk a mérkőzés, és egy megoldás maradt, hogy begyújtjuk a rakétákat, aztán lesz, ami lesz, és igazából hát egy szerencsével is a végén, de át tudtuk venni a vezetést, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos 2 pont ezzel, hogy el tudjuk kezdeni a bajnokságot. A fiúk előtt le a kalappal, rengeteget dolgoztunk a felkészülésbe, és még mindig nagyon sokat fogunk, mert azért a mai mérkőzés megmutatta, hogy bizony még kell sok mindent gyakorolnunk, de az, hogy az elejétől a végéig küzdöttünk, még akkor is, hogyha nem ment, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és ezt szeretnénk majd a továbbiakban is. Deán Bombás 10 góllal segített a csapatát a találkozón. A szlovén válogatott játékos elmondta, büszke csapatára, és hálás a kilátogatóknak is. Team that they play, I think a really good match. Először is köszönetet szeretnék mondani a Budakalász együttesének, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon megizzasztottak bennünket. Másodszor az olimpia után csatlakoztam a csapathoz, ami csak pár hete volt. Nagyon boldog vagyok, hogy ma megmutathattuk azt, milyen erős karakterekből áll a csapatunk, sok karakter van a csapatban, nagyon fontos nekünk ez a győzelem. Boldog vagyok, hogy ilyen sokan kilátogattak a mérkőzésre és szurkoltak nekünk, bízom benne, hogy egyre többen fognak nekünk szurkolni a jövőben. A győri csapat a hétvégén az Eger otthonába utazik a bajnoki pontokért, hazai pályán legközelebb szeptember 20-án pénteken a Csurgó együttesét fogadják az Etós Legiónak.